Tehát egyik másiknak engedélye megcsiszoltuk az egyik végét, hogy lássuk, hogy épgyűrűk vannak. És gyakorlatilag nem fedezhetők fel benne úgy az épgyűrűk, hogy tehát igazából megérdemli, hogy kutassák tovább, meg hogy volt, mi volt, meg a morzsejelek egyéb, de sajnos a fakora ez lenne az igazi, mert az pont ott tenne a végére, de sajnos nem kideríthető, legalábbis az után, amit én vagy mi, a akkori egyetemekkel meg egyébben fölvettük a kapcsolatot, és ez a válasz jött. És ez a jó, hogy ti foglalkoztatok bele, tehát utána akartok járni. Igen, és ezért tartom fontosnak, hogy amikor előadásban van, hogy az legyen ott, hogy ceruza, mert ránézésre én is azt hittem, hogy azok vonalak. Igen. És amikor kezünkbe vettük, akkor láttuk, hogy a morzsejelek ceruzások, és hogy ki és miért tette rá a morzsejeleket, az egy nagyon érdekes kérdés, az biztos, hogy valakinek a kezében volt az, hogy métette rá azért, hogy ő leltározta, vagy... Tehát azt már nem lehet sem tudni. De egyébként az sem lehetetlen, hogy az elírások, vagy a betűváltozások, tévesztések, tehát egyáltalán a betűvariációk az azért vannak, mert mondjuk tönkrement a múzeumban az eredeti példány, vagy ahol éppen tárolták, és valaki megijedt, és akkor úgy gondolta, hogy ott van a Sevesi Gyula féle ABC, és annak a segítségével az eredetit újra faragta, és ahol nem volt jó az olvashatóság, ott javította. Én a hatályt, ami nem érted az eredetit, a jegyzőkönyv van. Így van, csak egész meg még, volt, de ettől még lehet, hogy meg volt a kezében az eredeti bot, csak megsérült. Hát azért bármi történhet, tehát egy fadarabbal bármi történhet, pláne hogyha ez nem is már ez a mostaniról ugye nem tudjuk. Ja, és közben báztatták valami impregnáló olajos, vagy bekették valamivel, tehát már ebből is elég nehéz bármit is eldönteni róla. Tehát hogy ezt is kicsinálta és mikor, ezt már senki nem tudja. Megint valaki időt és energiát szántanál. Igazából azt gondolom, hogy egy olyan ember kellene, aki a fával nagyon nagy mértékben, én gépész ember lévén értek hozzá, meg a sógorom asztalos, de azért nem mondhatom, hogy értek olyan nagyon a fához. Tehát igazából olyan ember kéne, aki a fát tehát a nagy mértékben ismeri az előregedését, mindent tudja, hogy melyiknek milyen az épgyűrűje, egyebek. Tehát egy olyannak kéne megvizsgálni, aki a fához nagyon ért, és az mondana még egy véleményt azok mellé, amiket mi kiderítettünk, meg összeraktuk, meg hol volt benne tűszúrás a végében, meg hány pont volt benne, ez mindegy jegyzőkönyvben ugye benne van, amit akkor ott készítettünk, és ez a jegyzőkönyv hozzá is férhető, mert benne van, azt hiszem, igen, a könyvben. Igen, igen. Tehát nyugodtan elérhető. A gondolom, be is fejezhetitek ettől ezt az ügyet valahogy valamikor. Én a tudásomat, amit én tudtam, oda tettem, tehát már nálam mások kellenek és több. Nekem van egy tanulmányosnak a neve. Azt hiszem, hogy az alapján meg is találtam a neten valami elérhetőséget. Majd még keresem rá. Szóval olyan rovás emlékről beszélünk, ami a sors fintora, hogy leginkább legalaposabban lévő a jegyzőkönyvezve. Igen. Nem is akárki jegyzőkönyvezte, hiszen a városnak a jegyzője. És látjátok, olyan gazdagok vagyunk, hogy még ezen is vitatkozunk. Volt rovás emlék, de hogy most aztán, hát ha még mi valami csavar tudunk rajta tönni, szerintem szót sem érdemel, végre már van egy ennél jobban lejegyzőkönyvezett rovás emlék nincsen, akkor hagyjuk már békén, és higgyük el, hogy van, hogy most milyen ilyen apróságokra jó lenne odafigyelni, de mostan szeretnék egy más kérdést föltenni Tamásnak. Mond. Tomori Zsuzsa. Tomori Zsuzsa, igen. Akinek kopjafát állítottak, igen. Az ő családja kint Csíkban, és a Tomori Zsuzsa, aki legnagyobb híve volt éppen Magyar Adorjának, aki 60-as években összeszedte a betűkészleteket, és hát olyat, mint Y-t, olyat nem is talált, nem is használt. Jól ment a kérdéskör, de ha itt szeretném megvitatni, akkor... Megengedd a kérdést? Tudom, mi a kérdésed. Na, mondd egy föl! De most ne vitassuk meg.
Nem tartod azt, nem tartanád helyesnek, hogy a Tomori Zsuzsa fejfáján mégiscsak a rovás I betű jelenjen meg az ő nevében? Nem. És megindokolnád, hogy miért? Ez hosszabb kifejtés, igen. Elolvasod a cikkenket, akkor választ kaphatsz erre a kérdésre. Tamás, mi szívesen láttunk itt ebben a rovás sátorban. Jó. Köszönöm. És szívesen feltettem ezt a kérdést, és a szíves választ rá. Jó. Én most olyan témával jöttem, amivel nem akartam ilyen nehéz kérdésekbe belemenni. Könnyítsünk rajta, beszéljünk őszintén. Jó, legközelebb beszélhetünk erről. Legközelebb? Igen. Ha akarod, akkor külön előadás erről a kérdéskörről. Ennél sok egyszerűbb kérdésnek tűnik. Tomori leírva rovással az I betűt I betűvel írva, I-jellel, vagy pedig az általatok rovás betűnek elkeresztelt Y-nal, és mostan tényleg ez így helyes? Azért tartjuk helyesnek, mert pontosan a történelmi magyar neveknél, és ez az izgalmas, hogy történelmi magyar nevekről beszéljünk. Tomori Zsuzsa nem véletlenül használta az Y-t. Ő, ha azt mondja, hogy magyarra tekinti magát, már pedig ő magyarra tekintette magát, ennek ellenére ő nem sima I-vel írt a nevét, hanem Y-nal. Miért? Mert egyébként a közfelfogásban is, meg ő maga is, hogy nemesi rangon minőséget jelöl, mert a történelmi, volt egy olyan periódus a latinbetűs írásunkban, amikor pontosan olyan jelekkel jelezte bizonyos hangokat, amire nem volt jelünk. Csak ez a nyelvújítás után ez már tisztázódott, de a nyelv, pontosan a történelmi neveknek a betű szerinti alakját szeretnénk mi a rovásban megőrizni, azért, hogy pontosan tudjuk, hogy egyébként latin betűvel hogy írják, ez oda-vissza járhatóság. Mondok egy példát. Friedrich Klára-nak a neve. Ő se hangzás szerint írja le a nevét, hanem betű szerint. Én magam nagyon sok emberrel beszéltem, akinek Y van a nevében. Van, aki ugye I-vel írja le a rovásba, ezzel semmi gond nincs, hát megvan ez a lehetőség. De 10-ből 9 ember, mindig megkérdezem, hogy mennyire ragaszkodik az Y-hoz, hiszen a rovásban ha átírjuk hangzás szerint, ez támogatja, természetesen hangzás szerint lehet átírni, akkor így írja, vagy jelezzük a rovásban egy olyan betű építménnyel, amellyel az olvasóra bízzuk azt, hogy az Y ott I betű, vagy I betű. Mondok egy példát, a Baj Zoltánnál az Y az J betű jelent, a Y-nél meg I. A latinbetűs írás vagy olvasásunknak van egy sajátossága, hogy ezen jeleknél gondolkodunk el, mi a kiejtés. Egyébként tudjuk, hogy mely betűk pontosan mi a kiejtés, de ezeknél nem tudjuk, tehát olvasóra bízunk. Most akkor a rovásban is megtehetjük-e azt, hogy az olvasóra bízunk annak eldöntését, hogy figyelj, itt egy érdekes hang van, nem tudjuk, hogy itt I van vagy J, akkor jelezzük ezt. És visszafelé, mert egyébként Vér Sanyi, hát te is foglalkoztál ezzel a kérdéssel. Na most, azért mondta a kritiket, mert ő így írja betű szerint át a nevét, tehát ott oszívvel kéne, meg a H-val, nem TH-val. De ha ő német lenne, tehát mondjuk egy német nevű ember, Friedrich, akkor bizony hangzás szerint írná már. Na most, Tomorinál is mi van? Ő magyar ember. Mi azt mondjuk, hogy, és ebben van az ellentét, vagy eltérés a gondolkodásunkban, hogy mi azt mondjuk, hogy történelmi magyar nevek miatt az, aki, hogy pontosan csak a magyaroknál betű szerint írunk át, hogy a visszaírásnál ne legyen probléma Vörös Marti, Verbőci, Vas Albert, és akkor hadd mondjam a Vas Albert, nagyon érdekes kérdés, mert jó, legyen a Vas Albert úgy írva, hogy sima V, de akkor kérdezem én, miért írják utána a kétessel a vas, amikor az is egy felesleges duplikáció, hiszen sima vas.
akkor rendben van, úgy írjuk a vast, hogy sima B, A, S, úgy mint a vas, mint fém. Vagy képezünk egy rovásért, B az annyi találmánya, hogy dupla B, tehát a B-t lát, tehát a fölhasználjuk a ligatúra képzés lehetőségét, és jelezzük, hogy ott egyébként dupla B van, és megőrizzük a kétest is utána. Tehát lehet ugyanez a kérdéskör a base, hogy hogy írjuk. De hát a lényeg az, hogy lehet választani, csak amikor mi nagy mennyiségben fordítunk át, vagy írunk át, rovunk át szövegeket, sem az élő személy, sem a holt személy nem szeretné, ha visszaírásnál esetleg rosszul fordítódna le. A fő probléma, tehát én azt gondolom, és én nem csak másokkal is beszéltem, a Tomori Zsuzsának a fiába is beszéltem, a Tomori Zsuzsának a szellemisége, én is találkoztam vele a Miskolci Bölcsész Egyetem keretén belül, ő nem tiltakozott volna ellen. A fő probléma az, hogy ő maga soha nem rótta le a nevét így másrészt. Én azt gondolom, hogy ez, de egyáltalán nem sértettük meg az ő emléke. Én azt hiszem, nagyjából válaszoltam is erre kérdésre. Lenne egy hozzáfűzni valóban hasonlatot Friedrich Klára és Tomori Zsuzsa neve között, hogy Friedrich Klárának a nevét, az összes betűjét próbálsa leírni. Nem igényli a hangosítást, nem igényli mást. Hát olyan jeleket írhatunk le, amik minden romános ABC-ben szerepelnek, ami Tomori Zsuzsa nevének esetében nem szerepel, az Y. Tehát most egy olyan dolgot hasonlítottunk össze, ami teljesen ellentétes egymással. Nem, nem, hát a Friedrichben hát te is érzed, hogy nem ugyanazt együtt ki, mint ami le van írva. Hát nem, de amit leírunk, a latin betűs ABC-nk szerint ugyanaz megvan a rovásban is. Jó, de te honnan tudod, hogy a Friedrichet úgy kéne leírni, hogy FR, hosszú I, D, I és H, nem TH. Tehát ő nála ugye a történeti név rész az a TH. Ő így írja, tehát én nem azt mondom, hogy én hogy szeretném, ő így írja. Tehát ez a történeti nevek átírásának az a gyakorlata, ami ti mondjuk nem értetek egyet. Ezt azt mondom, hogy csináljátok másképp. Tényleg rossz az összehasonlítás, mert a Klárának mondhatom úgy a nevét, hogy Friedrich, és így is rovon. A Tomori Zsuzsáit nem mondhatom másképp, mint Tomori. És ti mégis másként róljál. Mi azt írtuk le, hogy a nevét. Ugyanis, ha ő magyar, annyira magyarra gondolja magát, mint volna, hogy fú, ez az Y, ez annyira csúnya betű, hogy én szeretném leírni, és nem Y-nal. Mert ugye az Y egy többletjelentéssel bír ebben az esetben. Azt a többletjelentés, hogy ő nemesi származású. Többen simai vegyet nem biztos, hogy a nemesi származást akarja. Bocsánat, Vörös Sándor senki nem hozta még elő, pedig ő aztán tényleg így is úgy is leírható a dupla B kivételével. Mégis azt gondolom, igen, hogy ragaszkodott ehhez a furcsa íráshoz, igen, de mégsem úgy olvassuk. Igen. Igen. De ha rovással leírjuk, akkor az nagyon után néznek ki. Igen. Ott a Tamás 1844 előtt a jobbágy neveket is Y-ra írták. Kicsit közebb, de nem hallom a neveket. Ezt akartam mondani. Na, bocsánat. Kanizsai Zsolt, kezdjük csókolni, alapot kívánok. Szia, Zsolt. Nekem is történelmi nevem van, de ha rovással írom le, akkor ível írom. Kanizsai, nem Y-ra. Igen, Y-ra. Akkor sima ível írod? Vagy rovással sima ível írom. Hát akkor egészségedre. De ez az én magánügyem. Igen. 1844 előtt, mielőtt ugye latin betűs volt az írás, vagy latin volt az anyakönyvezés, a paraszti neveket is, illetve jombágyi családok neveit is Y-nal írták, ráadásul még úgy, hogy mondjuk a K-t az C-vel, az elején is, a közepén, igen, is Y, tehát amelyik pap éppen ahogy jött neki az ihlet, úgy írta le a neveket. Én a saját nevemmel is találkoztam, nem tudom én, 100 éve éppen. És nem csak ugye paraszti neveknél, meg az Y-on volt két pont, igen, meg a, nem tudom én, a középső I betű is Y volt, vagy a szó közepi I betű is Y volt. És ha egyébként a történelmi családokat nézzük, ott is Bocskait hogy írnátok le? Bocskait. C-vel meg I-vel a végén. Holott középkori, mert így van a töri könyvben. Holott középkori metszeteken CH-val meg Y-nal a végén van. Rákóczit is a töri könyvekben I-vel írják, holott Y-nal írták akkoriban, illetve a metszeteken is úgy van.
A Báthori családnak ugye volt két ága, az Ecsedi, meg a Somlai. A történészek önkényesen most úgy írják le a Báthori családot, hogy az egyiket ível írják, a másikat Y-nal, most nem jut eszembe pontosan, hogy az Ecsedi ível a Somlait meg Y-nal, hogy meg tudják őket különböztetni. Mert hogy... és önkényesen, holott eredetileg mind a kettő Y-nal írta. Van a Kanizsai Dorottya féle, hízelegnék a rokonomnak, mondhatnám őket, de nem. Őt is, őket is ível írják a történészek. A írók meg mondjuk Y-nal, mondjuk mit tudom én, Gulácsi írja regényeibe, ott Y-nal van a Kanizsai család, mert Gulácsi is nemesi származású volt, ő is Y-nal írta a nevét, a családokat is úgy írta le a történelmi regényeiben, hogy Y-nal vannak írva. A történészek meg nem úgy írják. De ha megegyezhetünk abban, hogy a rovás régebbi, mint a latin ABC, akkor úgy kéne, akkor én véleményem, magánvéleményem, meg ki vagyok én, hogy titeket, szakértőket felülbíráljalak, de én ível, tehát hogy is mondjam, kiejtés szerint az Eszterházit is, kiejtés szerint írnám le. Az írásmód, ez kor kérdése, tehát melyik korban kell esetni. Köszönjük, például iszonyatos viták folynak a K és az ek és az ak használatával kapcsolatban, és eltévedtem Vizsolyba múlt héten, vagy két hete, és a Vizsolyi Biblia minden egyes oldalán szükségesnek tartotta a Biblia első magyar nyelvű leírásánál a leíró, hogy a szó közben és a szó elejé K az K, és a szó végén mindig C van. Tehát szükségesnek tartotta a szó végi K külön jelölését. Tehát azt hiszem, hogy ez egyértelműen azt teszi, hogy az akkoriban keletkezett szövegeknél a latinbetűs írásmód, mivel hogy 13 gyönyörű hangunkra nem volt jel, tényleg az adminisztrátor ötletén, műveltségén múlott az, hogy annak a nemesembernek vagy parasztembernek hogy írták le a nevét. De az a helyzet, hogy a rovásírás tökéletesen alkalmas minden hangunk leírására. Most az Y-nal nekem még egy problémám van, hogy az a összerovás, tehát ligatúrának sem jó, mert ha összerligatúrának veszem, akkor az azt jelenti, hogy így. Tehát eleve nem jó, és a másik dolog pedig, amit láttam leírásokat, azokban a szövegekben, latinbetűs, ősi, régi szövegekben, 4-500 éve szövegben, mit tudom én, ahol I betűnek hangzósították a szóba azt a jelet, akkor lehet, hogy majdnem mindenhol Y volt. Tudod? De én például személy szerint szimpatizálok a Bárszi Zoltán féle megoldás 71-es ábétem, mert nézed, ő nagyon zseniálisan az Y-t az úgy oldotta meg, hogy mint egy ű, mint Y, tehát egy olyan ű betűt rajzolt föl, ami nagyon kicsi a feje, tehát mint egy J betű, csak van még egy segédvonal húzva rá. Ránézéssel J, meg I-nek is mondhatjuk, de még kis ű betű szerűség rögtön nagyon hasonlít az Y-ra, tehát jó pupa megoldás, tehát ez nem mit találjuk ki a kérdés, hanem ezzel már régen foglalkoztam. Tamás, az a probléma ezzel a dologgal, tudod nagyon jól, hogy kezdtünk. Mert... megvan a múltunk, kettőnk, meg a együtt, amit dolgoztunk. Nem érzem szükségét ezeknek a jeleknek, hogy legyenek. Jó, mi meg onnantól kezdve, érezzük. Amikor Mátyás király elfoglalja Bécs városát, és előtte való nap bemegy, és latin betűvel lejegyzik azt a szöveget, amit rávés az asztalra, hogy itt járt Matthias Rex, most nem tudom latinul, csak hogy Matthias hogy írta le? Azt ugye mondd, hogy írta le. Megmondom neked. Én nagyon és megevett 6 tojást, 6 K S-el. Oké? S E K S. Így írta le. Matthias nevét hogy írta le? Hogy? Matthias. A Matthiast az ível. I-J. Igen. Mindegy, menjünk tovább, igen. Mátia, Matthias. Ugyanis abban a szövegrészben nincsen A betű külön jelölve. Azt hiszem, tehát Matthias Rex. Tehát a KS-el. Tehát nem használta már az akkori lejelző se
ki tudja mennyi, igaz nem került ide be a vagyik közé, ugye ez a szöveg, tehát a koholmányok közé, mert én szerintem nem az, ám bár ha valaki nagyon szkeptikus, ez a somogyi féle anyagban van. Mondom, a szerencsé, hogy megmarad, a koholmánynak nézték, mert itt ez a nem marad, nézték volna. Azért marad meg, értel, na, de könyörgöm, oda megy, kérlek szépen Sebestyén Gyula, ugye, egy órán keresztül vizsgálja az anyagot. De csak egy órán állt. Egy majd órán, meg, én három évig fordítottam. Na most ő egy óra alatt... Hogy? Hát akkor nem fordítjuk, te is tudod. Vagy átírtam. Tehát három órát dolgoztam, míg, három évet dolgoztam, míg átírtam szinte minden szabadidőmben. Na most ezt a zseniális Sebestyén Gyula egy óra alatt megállapította, hogy ez hogy van a szövegben? Ez Somogyi Antal keze írása, vagy kezének munkája, valahogy így van az eredeti szöveg. Nem, hat ember írta. Így van. És akkor kiderül, hogy hatfajta kézírás legalább, a legjobb esetben is, valami két tucat betűtípus, és érdekes módon sehol nem találtam se W, se X-et, XY-t, pedig vannak, mondom, idegen, és vannak névleírások. Igen. Tudod? Tehát nem érezték szükségét ennek és a K betű használata az következetes. A legalább következetes. Ami ma már nem használunk érdekes módon. Most említetted, hogy kétfajta K-t is használnánk. Latin betűs írásunkban már eltűnted a képesség. Igen, köszönjük Kazincinak, hogy ezzel ezt a szóvégi, gondolom abban az időben beszélt nyelvben még érzékelhető gégezár hangot, Kazinciék, írtották a magyar nyelvet. E-betű, ugye a szegedélyek megmutatóik, hogy a E-betű jelölésére is volna jelölünk a... Hát igen, a szabványban van is, tehát benne van a szabványban az árt. Igazából, aki nem ismeri, én Sándor vagyok, és elég sokat foglalkozom a kutatásra, 94 óra benne vagyok a rovásban nyakig. Mióta ez a úgymond vita kialakult, azóta kicsit hátrébb léptem kettőt, és hagyom, hogy zajlódjon úgy az élet, ahogy. De most úgy érzem, megint hozzá kell picit szólja. Egy könyv is jelent meg, élő rovásról beszélünk. Igen. Az élet, az, ami él, az változik, alakul, stb. A kollega említette, bocsánat, a nevére nem emlékszem már. Zsolt említette, hogy a papok írták, ahogy tudták. Miért vagyunk mi rosszabb emberek, mint azok, akik akkor hol Y-nal, hol így, hol úgy írtak? Engedtessék meg, hogyha valaki úgy ítéli meg, hogy egy Vörös Sándor, Ibn Miklós, vagy bárki jelölni akarja az Y-t, miért ne jelölhesse? Gyerekek, semmi más nem kéne. Engedjük el ezt a problémát, és bízzuk rá az emberekre, akik róni fognak, nem buták. Értelmes, intelligens emberek. Eldöntik, hogy Y használják, vagy nem használják. És az élet 5 év, 10 év, 50 év, 100 év, 150 év múlva, mikor már mi emlékek leszünk, meg már nagyon azok sem, még a munkáink sem lesznek emlékek, majd eldöntik, hogy mi legyen. Gyerekek, akkora szakadékot rántottunk ezzel magunkra, ami elképzelhetetlen. És nem bírom elviselni, hogy ennek az óriási kulturális anyagnak, ami a kezünkben van, ilyen apróságon szarakszunk. Én azt mondom, itt most, hogy tegyük már le ezt a problémát egyszer és mindenkorra. Adjuk meg a lehetőséget, aki Y-t akar használni, használja. Aki nem használ, nem akarja, hát nem írja le. Kit kényszerítünk mogyoró papárcával, hogy írd már le kisfiam a Y-t a Vörös Marti végére, vagy ha kell, ha nem. Hát gyerekek, kérlek benneteket, mindenkit, aki rovással foglalkozik. Ha van, nem tudom, jelzőt akartam mondani, nem tudok mondani, mi illik ide. Engedjük el ezt a problémát, legyünk barátok, itt vagyunk egy sátorban, eljött a Tamás, és azt mondom, hogy ez az előadás nekem tetszett. Nem tudom, hogy mindenkinek tetszett, de nekem igen, mert tényleg így van. Egy emlék, az attól, hogy valaki milyen okból csinálta, eltelik valamennyi idő, az valami formában emlék. Teljesen igazad van. A Halasi pálcát. Egy dolog, hogy mostan újra faragták, nem faragták. Jegyzőkönyv van róla, én is vizsgáltam, így van. És a lényege ennek mi? A Halasi pálcáknak. Lényege, hogy tény. Azon kívül az összes feltételezés, következtetés meg vélemény, az egy más dolog. Azzal lehet vitatkozni, lehet fiókba írni eszéket róla. Lényegtelen. Voltak pálcák? Igen. Gyerekek, kérek benneteket, mindenki. Legyünk már barátok, és ne menjünk egymásnak butaságok miatt. Köszönöm szépen!
Köszönjük. Annyit, hogy most azon vitatkozunk, a faragott része igazi vagy nem. Szerintem az lényegtelen ahhoz képest, hogy ez 1803-ban írt egy üzenet a városházának, hogy valószínű, hogy nem iskolázott emberek, nem pásztorok írták, akik le tudták írni. A városházán pedig volt, aki el tudta olvasni, és ebből jegyzőkönyvet tudtak csinálni, ez egy kimagaslóan fontos dolog benne, hogy a pásztor életben is volt, aki meg tudta csinálni, és a városházán is el tudták ezt olvasni, és eltelik 99 év, a Tudományos Akadéma azt mondja, hogy az írásmód nem él. És utána levő emlékek, ha most azt veszük, hogy az akadémia azt az állásfoglalást adja ki, hogy ez nem létezik, én akkor értem volna, már dacból is csak használtam volna. Hát pontosan ezt csinálták. És ezt csinálták, és például visszatért a Mihályról, most azt mondjuk, hogy tudatilyen ismétni magát, ugye? Azt vesztük, hogy kaphatta az őseitől, apjától, nagyapjától. Gyerekekkel szoktunk játszani játékokat, hogy mondok neked valamit is fülébe, és keresztül egy 20 emberen, és a 20. embernél teljesen más lesz a végeredmény, mint ami kiindult. És most vitatkozunk azon is, hogy egy ilyen ABC vagy ilyen ABC, ha kezébe adok 20 embernek egy lapot, és leírtam vele a latinbetűs ABC-t, 20 különböző latinbetűs ABC-t fogok kapni, és most vitatkozhatunk rajta azon, hogy ez a betű, vagy az a betű az igazi, mert az albetűt is szerintem legalább 8 különböző módon lehet írni, pedig egy betű lenne, és most ezeken vitatkozunk, hogy ez az ABC az igazi, vagy az ABC az igazi. Egyre kellene jutnunk, hogy szükség van egy alapra, ami alapján azokat, akik érdeklődnek a romás után, meg tudjuk tanítani, és ha én így gondolom, hogy ez lenne a legjobb, akkor beszéljük meg már úgy normálisan, hogy ez legyen. A lényeges az, hogy a mai magyar helyesírásnak a legmegfelelőbb, a gyerekek fejében a legkisebb zavart okozó ABC-be kezdjük. Utána vitatkozhatunk azon, hogy ez vagy az vagy amaz, de legyen egy olyan alap, amin elindulunk, a gyerekben zavart ne keltsünk, és ha valaki másként gondolja, akkor kulturált módon reagáljunk rá. Nem olyanokkal például, hogy kétesmúltú náci vagy, meg bukott kommunista börtönőr. Ezeket az átokat, ezekkel a kijelentésekkel lehet meghúzni olyan mélyre, hogy azt mondjátok ti, hogy ezen nincsen átúgy. De szerintem hidat kéne építeni, és ezeket most valahogy... Most ezt a hidat elkezdtük. Igen, ezekre a mondatokra én is Tamás, azt mondom, olvastam, ezeket vissza kéne vonni. Tamás, nem tudom, hogy hallottál a vissza kéne vonni. Lenne még egy kérdésem, Tamás, hogy... Mondhatok. Ezeket a mondatokat le kéne szedni a mondatokat. Most múlt héten Vukics Ferinek, vagy két hete egy túrafotómat kiküldte el. Erre válasz őszintén. Hogy mit csináltam? Kiküldte el a Rovás Alapítványtól Vukics Ferinek az kitörés túrán készült fotót, amikor egy német hagyványőrzővel levél fotózva el pusztánál. Ja, értem, tudom, melyikre gondolsz. A kitörés túrán készült egy olyan fotó, ami inkriminált. Igen, de azt a fotót, amikor egy pufajkás vörös csillagos katonák vagy lefotózva, senki nem idézgeti. Az az érdekes, de az, hogy egy történelmi teljesítmény túrán, amin 60 km-t érszak a fagyban megteszünk, és le van fotózva egy történelmi emlék alapján konstruált eset, ezt üldözgetik valakik, nem tudom, hogy ki. Vele, kérdésed volt? De, bocs, hadd válaszol neked, jó? Igen. Én meg akkor azt teszem föl azt a kérdést, ami nem tudunk napirend fölé térni, hogy miért vagyunk mi kazárosítók, amikor el kéne olvasni a egyébként Magyar Adorján művét, amit a Magyar Ugrász Szövetség ad ki, akik hazárok, mert teljesen, hogy mondjam, rossz kontextusba helyezi az egész kérdés. Vedd úgy, hogy ez a válasz, vedd úgy. Én értem, hogy tőlem hallott-e valaki részletekről, hogy kazárosítók vagytok? Tette meg ilyen kijelentést, hogy kazárosítók vagytok, mert ezt szerintem sem írásban, sem szövegben senki nem hallotta, mert ilyen kérdést nem tettem. De a Kuruc Infónak például nem én írtam azt, hogy kétes múltú náci. A kétes múltam ugye a 20 éve rendőrségen eltöltött munkám. Igen. Én inkább robot. Robot. Mit általában? Figyelj, most két hete is még történt ilyen áskálódás, hogy Ufis Ferinek küldözgettek, és Feri fejlődött engem, hogy mi ez a kép.
Ennek ellenére örültem, hogy vállaltad azt, hogy eljössz ide. Vártunk szívesen. Mi azt mondom, hogy ezt az árkot temetni kívánjuk. A további folytatás szerintem rajtatok el, hogy ez hogyan... Én örömmel elfogadtam, mert igazából én is az nem véletlenül választottam olyan témát, amelyel mondjuk vannak közös ügyek, ugye, hogy akkor mi van ezekkel, és nem azokról kéne beszélni, ami esetleg tovább folytatjuk a vitát. De a Vér Sanyinak, illetve a te is efelé hajlasz, hogy amikor gyerekeknek oktat, elmondjuk, hogy mi a mai magyar ABC, tartalmazza egyébként a XYZ és a többi, amit meg tudunk oldani, hogy így írod le, de nem kell használnod. Tehát hangsúlyozunk, nem kell használni. Amit még egyszer elmondanék, az egész szabványosítás, én nem akartam erről beszélni, tehát ez most mégis elmondom. A lényege az lenne, hogy minden mai magyar betűnknek megfelelő kódpontot használhassunk, amelynek folyamányaként, ami a legfontosabb, és azt hiszem mai napig nem igazán érzékelitek a problémát, hogy a transziteráció az oda-vissza átírhatóság megvalósuljon adatbázis szintjén. Ez nem valósul meg. Simán. Én adatbázis kezelésről beszélek. Engedjétek még szóltok? Szerintem ne elhúzok ezt a réttestétel, de érdemes beszélgetni erről. Szabad? Mondjad, légy szíves. Amikor a Halasi Pálcákról tartottuk a konferenciát, az egyik részvevő azt mondta, ezek fából vannak, ha ez aranyból lenne, ez a pálca se érne annyit, mint ahogy most ez itt van, fából. Ebből 16 van nekünk, igen. És nekünk az se elég, másnak, hogyha más nemzetnek egy lenne belőle, az világszenzáció. Látjátok, mi még mindig koholmány vagy nem koholmány szinten tudunk róla beszélni. Azért is által föl Kanizsoljonak tudjam mondani, hogy nagyon tetszik, amit mondott. Igaza van. Az írások írása a rovás írás. És ahhoz képest a latin írás, amikor megjött, és tudjuk, 13 hangunkra nem volt jele, hát koholt nekünk különböző jeleket, kétjegyű betűket, az át is, az ét is. És hát, és milyen érdekes, hogy mihez igazodjunk, hogy az eredeti minden hangunkat leképezni képes jelkészlethez igazodjunk, vagy pedig most, és most visszautalva a szabványosításra mondottakra hozzád, hogy akkor most lehessen-e visszafordítani, hogy a hibás lekövetést vissza tudjuk-e adni a rovásírással. Szerintem csak a történelmünkhöz kéne hűlenni, semmi más is. Tisztelni a múltat, tisztelni a múltat. Miklós, annyit kérni, ne haragudj. Hadd mondjam el, Vaun Péter, amikor életemben először találkoztam, ő dupla V-vel írja a nevét is, persze rója, azzal a szép... Miért Sanyi által megalkott? Nem én alkottam meg, azt a V-t nem én alkottam meg. Lassítsatok le! Bocsánat. Az első kérdésem az volt. Te honnan vetted ezt a... Szerzői jogi pert indító. Bocsánat. András. Igen, az enyém csúnyább volt sokkal. András. Nekem is volt, csak csúnyább. Hadd ábrándítsalak ki benneteket. És ezt a rovásírásunknak a nagyszerűségére hagyd mutassak rá. És életszerűségére. Akkor megkérdeztem tőle, honnan vetted ti ezt? Ismerőd ezt a... Akkor már 2008-ban már túl voltunk a gödöllői konferencián. Ismerőd ezt a gödöllői dupla V-t? Dehogy ismerem azt, hogy erre ezt én alkottam meg. És joga van hozzá, hiszen ez mutatja azt, hogy micsoda nagyszerű dolog. Erre mindenki nem kell kisajátítani. Mindent le tudunk jegyezni rovásírással. A rovás jeleinkkel mindent, az Y-t is, a W-t is, mindent le tudunk jegyezni. Csak egybe kéne különbséget tennünk, és ez volt a szabványosításnál, azt hiszem ez állt közibénk. Hogy amikor ti új szabványt tudjatok beadni, ezért betűként kezdtétek beemelni ezeket a rovás ligatúrás jeleket, és mi ezzel nem értettük egyet. Tehát attól, hogy mi le tudjuk róni az Y-t, a Z-t, a J-t és az összes többit, le tudjuk róni, nem lesz az betűnké. Tehát a magyar ABC-nél azért... Kiegészítő jel. Így van, ligatúra. Miklós, ebben így is volt a mi tervezetünkben, Miklós. De örülök neki, igazat adó. Teljesen igazat adó, csak egyet. És miért nem így csináltátok? Azért, mert elmondom neked a technológiai problémát. A technológiai probléma az, hogy valóban
két dolog van. A robásban, hogy létrehozik a Z, úgyhogy D megy Z ligatóra. Az technológiailag, ezt elmondta nektek ugye a nagy szakértő, az osztály szakértő is, hogy technológiailag Zero Beat Joinernek nevezett jelegyesítő mechanizmussal, amikor leírod D-t meg Z-t, úgy ahogy mondjuk a robásban is egyébként leírnád, akkor ő automatikusan létrehozza azt az egy kódpontot, amelyet tudjuk, hogy a Z és a nem D. Hallottam ott félfüllel még az elején a előadásod végén, hogy kékes zöld, meg a így zsaló ezek mind meg vannak oldva. Rendben van. Ugyanezzel a módszerrel, amiről te beszélsz, nem rendben van. Csak az YX, KX... Rendben van. Ennek örülök. Ezek vannak ezek a szövegszerkesztő programoknak vannak ezek az összevonási, ligaturálási lehetőségei. Ez mind nagyon szép, mind nagyon jó. Csak azt felejtik el a Unicode konzorciumnál, hogy ez a technológia, ami ezt a lehetővé teszi mondjuk a szövegszerkesztőknél, hogy akár adatbázis szinten, akár máshol, viszont nem teszi lehetővé, mert nincs implementálva egyszerűen a szabvány, nem is lehet használni, mert a mai szoftvereknek a 90%-a azt kell érteni, hogy 90%-a az első szinten a BMP-ben nevezett tartományból szedi a jeleket, a mi jelünk most már az SMP-ben van, a második szinten, amit alig használnak. Tehát az a technológia, a szabványosás most sokkal előrébb jár. A valóság a nehezen közvetíti, és mi nagyon szerettük volna, ha az élőírások között lenne ez a tartomány, mert rögtön lehetett volna használni. Tehát ez a fajta dolog, ami idealizált világban működik, és egyébként meg szövegszerkesztő szinten valóban működik, az nem működik még teljes körűen, és pontosan azért akar külön kódpont. Kódpont nem azt jelenti, hogy én definiálom a jelnek az alakját, teljesen mindegy, hogy néz ki, Bászi Zoltán kell Y, én Y-om, a Vérsany Y-ja, csak egyszerűen, még ha vizuálisan külön is rajzolom, mondjuk K, S, tudod, K betű, S betű, vizuálisan még ha külön is van, de egy kódpont kellene hozzá. Ha nincs meg az egy kódpont, akkor jön a kivételkezülés az adatbázisba. Az a probléma, és ezt mi ígyetek el nagyon jól tudjuk, mert robáskönyveket adunk ki, hogy a magyar nyelvben minden 9.-10. betűkapcsolat problémás, gondolkodni kell, kivételkezelés van, szabályokat kell alkotni, hogy akkor mikor kell tekintünk egy betűkapcsolatot önálló kódpontnak, hangnak, mondjuk ez Z, vagy akár így S, mert az a baj, a más a hangzóink is kettő-három betűből vannak összerakva, de a mennyire szövegszerkesztőt ugye, ő is a helyesírás ellenőrzés pontosan így működik, hogy mennyire egy SZ, hogyha összetett szó mondjuk asszony, az szét tudja választani SZ-SZ kapcsolatra kötőjellel, na most ezt robásban is csak úgy tudjuk megcsinálni, ha jelezzük, és pontosan a robásnak az a sajátossága, hogy egy hang, egy betű, de akkor legalább egy kódpont. És miért nem, miért szeretnénk ezt a plusz hiányzó 6 betűt, egyébként 6-ról van szó, hogy bekerüljön? Azért, mert egyrészt a magyar ABC hangjai közé tartjuk ez Z meg Zs, ez vitathatatlan, plusz a maradék 4 jel, amit idegen betűnek nevezünk, hogy egyszerűen technológiai szükségszerűség, hogy legyen kódpont. Az, hogy nem használja senki, nem kell használni, csak ő megkönnyíti 600%-kal a programozás. Így nem, így a szövegszerkesztői szinten ezek a megoldások, működő megoldás, nincs ezzel probléma, meg lehet oldani, csak könyörgöm. Koreaiak, mondom, a koreaiak fogták magukat és 10 000 jelet toltak be ebbe a szektorba, mert a koreai kormány pontosnak tartott az összes létező betűkombináció, úgymond megvásárolta. Mi meg onnan indultunk, hogy körülbelül 60 ligatúrát szerettünk volna még beletenni, tehát ami történetileg igazolt összevonások, hogy legyen már ilyen. Azt mi is söpörték ki, radírozták, hogy leredukálódott arra a ABC-re, ami most van. Most ennyi, tehát gyakorlatilag üres kódjel most is, kódhely most is van. Hát, én nagyon-nagyon jól tudom, hogy üres kódhely most is van. Tehát ami, most is van, tehát ez, ami, na most gyakorlatilag ezeknek a jeleknek a megjelenítése innentől kezdve csak betűtípus
kérdése. Persze, én csináltam persze. Ilyen hát, hogy néz ki petitikust, a... engem úgy megcummogtak száz helyről, mint az őrület, szóval aztán úgy benne van valahol a gépemben. Tehát megvan az a betűtípus, tehát ez nem jelent gondot ezek megjelenítése. Tehát aki akarja, akkor azt mondom, hogy mit tudom én, milyen néven készítek egy olyan betűtípust, amiben ez benne van. Tehát ez nem jelent gondot. A szabvány arról szól, hogy a kódhelyeken bármi. Hála Istennek egyébként a szabvány ahhoz képest, amennyire én féltem az elején, elég jól sikerült, mert szinte nem... Én nem látok problémás dolgot. Hát nem lehet, de mi látunk, mert mi, hogy mondjam, magasabb szinten kezeljük a kérdést. Hát, figyelj, hát én is írtam át már több könyvet. Örülök neki. Én annak, András, tévedés ne esik. Én nagyon örvendek annak, hogy gyerekeket oktattok, újságot ad, kiírás tudó, ugye? Még hát már nem adom ki, már most, is. Na hadd, márványtáblát ragasztam ki a... ide, hogy... Az elmúltak. Elmúltak, jó? Olaj, okay. Bocsánatot kérek. Nekem mennem kell, én nagyon örülök neki, jó, hogy összejöttek, és egy kérésem lenne, látom azért itt most ezen az előadáson mindenki kíváncsi volt az ön előadására, örülök neki, sok mindenben önök egyetértenek, a kis eltérése is, örömteli dolog nekünk számunkra és a paratöröknek, hogy ilyen szintre fejlődött a rovásírásunk, hogy ennyire fontos lett. És reméljük, hogy még fontosabb lesz. Azt kérném, hogy én nem ismerem úgy önöket, az urakat, de korábban, a korábbi módon tudom, hogy voltak nagyon nagy nézelve eltérések ebből, hogy bemutatkoznának az urak, akik ebben a rovásírásban részt vesznek. Most így név szerint is, hogy melyik rovásírást képviselik, lehet erről szó? Akkor önnel kezdeni, és én utána elbúcsúznék, és megköszönném, hogy itt lehettem önök között. És akkor jön a box. Akkor önnél kérek egy pedig. Én Vér Sándor vagyok, a Szegedi Rovó körnek tagja. Bár a rovókör már megszűnt, de mi még létezünk. Igen, köszönöm szépen, akkor... Rovás Egyesület. Igen, akkor... András Kavicsik József vagyok, a Dunajvárosi rovókört csináltam. Azóta elköltöztem Dunajvárosból, most új lakhelyben, majd hamarosan indul a következő. Köszönöm szépen. Tisza András vagyok, valamikor még a Móri rovó rovásíró körnek voltam a kezdet, elköltöztünk Móról, azóta inkább a szabványosítással, tehát a számítógépes használattal, betűtípusok készítésével foglalkozom, úgyhogy, és kutatom a rovás továbbra is. Köszönöm szépen! Délelőtt előadó úr! Dorkovics János vagyok, Szepakházáról. Én ilyen komoly szinten nem foglalkozok a rovással, mint... De jó előadása volt. Én csak... kedvet kaptam Miklós bátyámtól, és terjesztem, amennyire tudom, a forrai féle ABC alapján a rovásjeleket. Köszönöm szépen. Kanizsainak milyen szerepe van a rovás? Én méltatlanul vagyok megszólítottva, csak András szerintem tanítványaként tartom számon magam. Köszönöm szépen. Akkor az ület kérdezem. Szólni Miklós Soltról, és Kanizsainak mondom, most találkoztunk először, ne tartson bennünket szakembernek, mert a mi rovás műveltségünk az olyan józan, paraszti, esző emberökkel segítségével maradtak fönn, akik még a halasi rováspálcát is meg tudták róni, hogyha bajuk volt, mi tudták írni, mi legyen sok a rovás. És lehet, hogy még iskolában se jártak, ugye? Bocs, annyit, hogyha még kameránál. Igen. A B-betű, amit mondott a Tamás, éppen egyik magyarázata az, 1803-at írjuk, 1777-ben volt az első tanügyi törvény, majd 1803-ban hozták a másodikat, mert nagyon nehézségek voltak. Ezek a gyerekek már kénytelen-kelletlen jártak az iskolába, ahol deák betűket, azok latin betűket írtak. És éppen azért kerülhetett a pálcára a B betű helyett, a latin B betű, mert már volt valamennyi latin műveltsége, de egyébként meg otthonról hozott rovás próbát. Köszönöm szépen. És öntől is kérek szépen, ugye az elején bemutatkozott, de még egy utóbbi. Rumi Tamás rovás alapítványtól. Köszönöm szépen. És további jó munkát. Köszönjük. És jó egészséget mindjárt.